A kényszer leállás előtti utolsó hagyományos úszóversenyt rendezték meg a Kispesti úszodában. Az eseményt Vincek György alpolgármester nyitotta meg. Nagyon hosszú ideje, amióta az úszoda megalakult, ennek már 34 éve, minden évben vannak, sőt voltak olyan időszak, ahol évente két verseny is, tehát ez a 34. év, és mi nagyon nehezen döntöttük el azt, hogy egy rövid ideig átmenetileg bezárjuk az úszodát, és az biztatom a kedves kispestieket, hogy ez átmeneti lesz, hát nem tervezzük meghosszabbítani, sőt, hogyha lehetőséget kapunk, és az energiárakban jelentős változás lesz, vagy olyan támogatások, amelyeket mi kértünk, igényeltünk, megkapjuk, akkor előbb is megnyithat az úszoda, akár egy héten belül, ha egy ilyen változás megélünk. Ezt még egyelőre nem tudjuk. De a mai az valóban versenyként az utolsó ebben az évben, és hát a tavaszihoz képest, ami a Covid előtt, a Covid után az első verseny volt, ahhoz képest már érezhetően többen jönnek, és nagy az igény az úszodára. A kispesti úszoda nagyon jól funkcionál, teltház van a hétköznapokban, csak délelőttönként vannak még olyan időszakok, ahol a szabad pályák vannak. Nagyon szép bevételeket hoz, tehát jól működik, kár azért, hogyha ettől az úszodától még átmenetileg is megválnak a kispestiek. Sajnos a környező kerületek is ezt teszik, már ők korábban ezt megtették, mi abban segítettük az iskolákat, hogy egész a tanítás év végéig, december 18-áig nyitva vagyunk, és az összes iskolai program megvalósul. Hát itt több száz gyerek jár, minden 8 iskola jár ide, 8 általános iskola, heti 2 órában, és 2 osztály. Tehát ki lehet számítani, hogy ez több száz gyermeket jelent. Reméljük ezt tudjuk folytatni a tankerülettel a nyitás után is, mert mi úgy ítéljük meg, hogy ugyan a tantervben már kivették 2 éve, hogy nem kell megtanulni a gyereknek úszni általános iskolába, de mi azt szeretnénk ehhez lehetőséget biztosítani, hogy nálunk Kispesten erre legyen lehetőség, és az iskolák vállalják ezt, hogy mégis megtanítják a gyermekeket úszni, mert nagyon fontosnak tartom, hogy ez mindenki számára elérhető és biztosított legyen. Összesen 173 általános iskolás diák, pedagógus és szülő úrott a medencében. Az őszi versenyen mindig van felnőtt verseny is, meg családi váltó, ez egy ilyen kis játékosabb versenyszámok. Idén összevontuk a pedagógus és a szülői versenyt, tehát csak férfiak és nők versenye lesz. Várunk nagy szurkolást, mindig ezeken a versenyszámokon szokott a legnagyobb szurkolást lenni, amikor a testnevelők, meg a apukák, anyukák vízbe ugranak, ez mindig óriási élmény szokott lenni, főleg a gyerekeknek. A Reménység Katolikus Általános Iskolából is szép számmal jöttek gyerekek a versenyre. Az alsósoknál körülbelül 25-30 gyerek van, a felsősöknél hasonlóképpen. Nálunk hagyomány az, hogy az ilyen úszóversenyeken szívesen veszünk részt. Hogyan próbálják, vagy kell egyáltalán a gyerekeket motiválni? Természetesen kell, és azzal tudjuk motiválni, hogy a szülőkkel együtt kérjük őket, hogy az úszó bajnokságokon, illetve az úszás lehetőségeken együtt vegyenek részt. Szinte ez egy családi közösség, úgyhogy a tanárok, gyerekek és a szülők összefogva fontosnak tartják azt, hogy ússzanak a gyerekek. Az első osztályosok még nem, második, harmadik osztályosok jönnek úszni. Sajnos a negyedikesekkel nem tudunk jönni, mert mi egyházi iskola vagyunk, és nekünk ahhoz külön kellene fizetni. Viszont itt vannak a negyedik osztályosok is, akik tavaly ugye jöhettek tanítási óra keretén belül úszni. Tudják, esetleg vannak visszajelzések a gyerekek részéről, szeretnek ide járni? Hasznos, amit itt tanulnak? Egyáltalán megtanulnak úszni? Vízbiztonságot szereznek? Én is azt tapasztalom, és a szülők is, hogy amikor tanítási óra keretén belül itt úsznak a gyerekek, az már az első év folyamán, most mindegy, hogy másodikba vagy harmadikba kezdik, a gyerekek egy vízbiztonsághoz jutnak, és vannak, akik megtanulnak úszni, úgyhogy már versenyre is indulhatnak másodikosok például. Miket szoktatok csinálni az úszás során?
A végén szoktunk játszani, lehető labdázni a végén, és közben szoktunk gyakorlatokat csinálni, meg mellúzni. Járok vízilabdára minden nap, és így szoktam legfőképpen készülni. Hát, hogyha vízilabdára jársz, akkor neked nagyon vízbiztosnak kell lenni, igaz? Igen. Hogy megy a vízilabda? Jól. Mi az, amit szeretsz benne? Labdázunk, valamelyik edzésen úszunk, és ennyi. Miért pont ezt a sportot választottad? Miért a vízilabda? Miért nem simán idézőjelben az úszás? Hát anyukám mondta, hogy nagyon jó a testalkatom, és hogy kipróbáljam ki a tábort. Ma már úsztál? Igen. És hogy sikerült? Meg vagy magaddal elégedve? Igen. Hogy sikerült? Hát jól. Mondta az egyik évfolyamtársam, hogy körülbelül 20 másodpercet számolt. Gyors úszásban. Hogy sikerült? Hát én büszke vagyok magamra, és tudom, hogy a részvétel a fontos, nem a nyerés. Szóval csak büszke vagyok magamra. Az iskolák közötti versenyt, ahogy a tavaszit is a Kós iskola nyerte meg. Második a Reménység, harmadik a Bolyai iskola lett. Az úszoda munkatársai a leállás alatt szervezik majd az április 1-i nyitóúszóversenyt, amellyel az úszoda 35. születésnapját ünneplik meg.